Három eszterházi hercegné, 12 gyermek és a róluk szóló izgalmas történetek állnak a kismartoni Eszterházi kastély új kiállításának középpontjában. A tárlat célja, hogy bemutassa három főrendi asszony sorsát, akik mind ott álltak egy sikeres férfi oldalán. Mária Józsefa Hermenegild, illetve von zu Liechtenstein második Eszterházi Miklós felesége volt. Ő az első hercegnő a sorban, akinek életével megismerkedhetnek az érdeklődők Kismartonban. Rajta kívül még két eszterházi hercegnét, Mária Teréziát és Lady Sarah Frederikát, a brit Jersey grófjának lányát mutatja be a tárlat. Az úgynevezett hercegnői lakosztályt először tárják a nyilvánosság elé, ami már önmagában is szenzációnak számít. Mindig a hercegek voltak a résztvevői a kiállításainknak, és ugye hát azt tudjuk, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy erőskező asszony, aki segíti, támogatja párját, jelen esetben ugye a hercegeket, és úgy gondoltuk, hogy ez megér egy kiállítást. A tárlat bemutatja a három hercegné hálószobáját, szalonját, dolgozó és írószobáját a korabeli berendezéssel együtt. A félemeleti szinten pedig a főurakat és úrhölgyeket kiszolgáló társalkodónők és szolgák élete a fő téma. A kiállítás összeállítását másfél év kutató munka előzte meg. Restaurátorok, történeti szakemberek segítették a munkát, hogy a bútorok valóban oda kerüljenek, ahol egykor álltak. Ezért ez egy hiteles, autentikus tárlat, mondja a kiállítás kurátora. A hercegnék egyike sem tanult meg magyarul, de Lady Sarah a gyermekeit már tanítatta a magyar nyelvre. Természetesen a tárlatvezetés magyar nyelven is kérhető Kismartonban. A kiállítás megálmodói arra törekedtek, hogy úgy rendezzék be a hercegnői lakosztályokat, ahogyan azok eredetiben is voltak. Ezért, ha valaki arra kíváncsi, hogyan értek az eszterházi hercegnők a 19. században, április 1-től a kismartoni Eszterházi kastélyban megtekintheti. Bartal Tíme, MT Hírcentrum, Kismarton.